Sziasztok, kedves AVTV nézők! Mostanában egyre népszerűbbek a high kategóriában terjedő úgynevezett planar vagy magyarosan síkmágneses technológiára épülő fejhallgatók, és ezen kevés cégek egyike jelenleg a Hifiman, melynek először láthattuk vendégül az egyik produktumát szerkesztőségünkben. Ez nevezetesen az esztétikus, kényelmes és meglepően jó hangzás produkáló H400i típus. Korábban is teszteltünk már ilyen úgynevezett sík mágneses hangszorós, vagy angolosan mondva planár típusú füleseket, egész konkrétan az Oppo PM1-et, így aztán magas elvárásaink voltak a szintén nem olcsó árkategóriába tartozó HN400i kapcsán, és ami azt illeti, ez tényleg egy, ténylegesen egy egészen különleges hangzást garantál, teljesen más érzés, teljesen más élmény hallgatni, mint a dinamikus hangszolós fejhallgatókat. Lényegesen természetesebb és higgadtabb karaktert kapunk, ugyanakkor nem a frekvencia tartományt figyeljük elsősorban, hanem kapásból egy sztereó térben találjuk magunkat, úgyhogy abszolút ajánlott meghallgatni azoknak, akik egy kifinomult és élő zenével remekelő fejhallgatót szeretnének megismerni. Maga a termék egyéb iránt meglehetősen nagy, nyilván ez a technológiának a velejárója, a nagyméretű hangszórófelülethez kell egy kalosszéria, amiben kompromisszumok nélkül el tudják helyezni. Ami használhatóság szempontjából fontosabb, a komfort. A sípmágneses fejhallgatóknak gyakori hátránya az, hogy nehezebb az átlag, nehezebbek az átlagnál. Vannak olyan modellek, amik akár a fél kilót is elérhetik. Ezekkel ellentétben a Hifiman meglepően csekély tömegű. Ráadásul, hogyha felveszik a fejünkre, akkor szinte alig érezni a súlyát. Majdnem olyan, mintha gyakorlatilag levegő lenne a fejünkön. Abszolút légies, ráadásul nagyon jó tartást biztosít ez a szögletes fejpánt, úgyhogy ha éppen dolgozunk, az asztal fölé görnyedve, vagy fölle a szobába, akkor is nagyon jól a fejünkön marad a termék. Egy másik dolog, ami nekünk nagyon tetszett, a mellékelt kábel. Ez szintén a széles átlagdó eltérően nem hagyományos gumi vagy PVC köpennyel, hanem fonott bevonattal rendelkezik ez alapból ad neki egy nagyon jó minőségérzetet, ugyanakkor viszonylag rugalmas, szinte képtelenség összecsomózni magát a vezetéket, illetve a csatlakozó vég, ami található rajta, az sem a hétköznapi commerce microjack csatlakozó, hanem egy csavarozós menettel ellátott csatlakozófej. Hogyha ezt rárögzítjük a fejhallgatóra, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem fog magától kicsúszni. Tehát a h 400 t elsősorban azoknak ajánljuk, akik már több dinamikus hangszóróval rendelkező audiofil is meghallgattak, de esetleg térben, térérzetben vagy karakterisztikailag fárasztónak találták őket, vagy valamit esetleg hiányoltak volna a hangjukból, úgy érzik, hogy egy fokkal naturalistább, lágyabb, természetesebb hangzásra vágynak, azoknak érdemes megismerkedni ezzel a termékkel, amely egyébként az itthoni forgalmazó bemutató termében elérhető, kipróbálható. Amennyiben részletesen kíváncsiak vagytok a termék egyéb tudására, illetve egyéb jellemzőire, akkor feltétlenül olvassátok el online olvasható cikkünket, mert legegyszerűbben itt a videó alatti hivatkozáson keresztül tudtok elérni. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra még több fejhallgatós, hifi és házi mozi érdekességhez, és lájkoljatok like minket Facebookon. Sziasztok!